Meghívást kaptak a kerek jubileumi ünnepség alkalmából a Szekszárd-Böszön baráti társaság jelenlegi és korábbi tagjai. A böszöni barátok, illetve akiknek volt lehetősége 30 év alatt meglátogatni a francia testvértelepülést. Igaziból 32, mert 1992. októberében alakult a társaságunk, úgyhogy 6 hímzőasszony érkezett Böszönből, és megkért az akkori külkapcsolatok referense, hogy csináljak nekik programot, és kísérjem őket. És olyan jól sikerült a programunk, hogy az asszonyok azt mondták, náluk már működik a zsümelás, a baráti társaság, legyen itt is. És az asszonyok és a Kocsis Imre, mondta a polgármester úr segítségével, bejegyeztek bennünket 92. október 13-án. Több ezer ember fordult meg a két testvérváros között, akár üzemlátogatás keretein belül, vagy sportot, kultúrát, művészetet képviselőként. Ez a 30 év már most is szinte a duplája, ugyanis 1967 óta, közel 60 éve létezik a franciaországi Böszön és Szekszárd város közötti kapcsolat. Ez egy olyan történelmi jelleg, olyan történelmi fontosságú esemény, amely a II. Világháború óta az első olyan francia és magyar város között létrejött kapcsolatot jelenti, amely én azt gondolom egyedülálló Európa történelmében is. Azokban az évtizedekben szinte elképzelhetetlen volt, hogy akkor egy másik világrendszerű ország városa, ugye Franciaország, és egy másik blokkhoz tartozó ország, Magyarországnak egy városa, egy ilyen szoros kapcsolatot tud kiépíteni. Berlinger Attila hozzátette, hogy a több évtized alatt nem csak protokoll és üzleti, hanem szoros baráti kapcsolatok alakultak ki. Egy városnak nem is lehet más feladata, mint egy ilyen történelmi folyamatot megőrizni és a jövőnek továbbadni. Mi most ezen dolgozunk, ennek egy jeles eseménye itt a mai civil egyesületnek, a Szekszárd-Böszön baráti társaságnak a 30 éves jubileuma alkalmában rendezett kis ünnepség, melyre nagy örömünkkel két francia vendégünk is van, olyan személyeket üdvözölhetünk itt Marcel és Daniel Prigent személyébe, akik hosszú-hosszú évtizede igazi barátai Szekszárdnak. Berlinger Attila ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy ezek a lélekemelő események hozzájárulhatnak az egyre inkább mindenki által óhajtott békéhez, egymás kultúrájának és egymás lelki világának szokásainak megismeréséhez és egy igazi barátság ápolásához.